Sziasztok, én Karcsi vagyok, ebben a videóban pedig egy 2014-es csillagok háborúja készletet, a 75049 Snowspeeder-t fogjuk megnézni. Az építés körülbelül fél órát vesz igénybe, ez azért van, hogy gyorsan tudunk haladni, mert a második és a harmadik zacskóban a két szárny van, és hát mivel egy szimmetrikus szerkezetű űrhajóról van szó, ez a két Építési fázis tulajdonképpen repetitív, csak meg kell ismételnünk az építési lépéseket. Rutinosabbak akár egyszerre is haladhatnak a két zacskóval, tényleg csak egy-egy eltérés van a két oldal között. Nagyon jó a hajónak a mérete, nagyjából ez felel meg a figura méretaránynak és a minifigura méretaránynak, illetve a formáját is roppant jól eltalálták, illetve a színsémáját is. Mutatom, hogy talán előről látszik a legjobban, hogy milyen szépen meg tudták építeni a tervezők ezt a, ezt a furcsa, sokszög alakú űrhajót. És hát különösen tetszik benne az, hogy nem a narancs-sárga, hanem a fehér és a szürke az a két szín, ami dominál. A tetejét fel tudjuk nyitni. A hátsó és az előső ablak egyszerre nyílik föl, Azonban van lehetőségünk arra, hogy az első ablakot külön is felnyissuk. Ezt nem annyira javaslom, mert hogy hát nem tudom mennyire látszik, de az első és az hátsó ablak illeszkedése nem olyan stabil, úgyhogy egy óvatlan mozdulattal ez a, a szélvédő szerkezet könnyen szétjöhet. A hajó belsejében két minifigurának is találunk helyet, ami nem véletlen, hiszen Luke Skywalker nem egyedül, nem egyedül repült, hanem Duck Rátekkel. Azt hiszem, mit hívják a másik figurát. Eredetileg, mintha ő vezette volna a, a hósiklót. A minifigurák rögzítése egy kicsit nehézen megy, mivel hogy egy sík felületre ülnek rá, azonban van itt egy kis pöcök, ami becsúszik a lábuk közé, és úgy már is jobban megmaradnak a figurák. A figurák közti üres helyre be tudjuk tenni az egyik figurának a pisztolyát, illetve a Luke skywalker a fénykardját, azt ide oldalra tudjuk elhelyezni a, a karok mellé. Hát igen, eléggé le fognak feküdni ezek a figurák, nem annyira ülni fognak, mert csak így tudjuk becsukni a szélvédőt, azonban mindketten beleférnek. A szárny mindkét oldalt erősen rögzítve van ebbe a pozícióba, hiszen így a legjobb a hajónak az elrendezése. Alulról kettő-kettő oldalanként kettő-kettő szürke tetőelem fogja tartani, felülről pedig ez a szürke lapos elem az, ami a hajónak a testéhez ütközik. Egyébként az ágyuk ö, alatt van egy valóban működő ágyú. Itt az ágyúnak a középső része egy kicsit gyönge, ez könnyen meg tud lazulni, és akár ki is esni játék közben, ugyanis csak az egyik oldalról tartják kockák. Na mindegy is, ö, szóval alatta van valóban működő, valóban működő ágyú. Ez a szokásos rugós ö, módszer, amit már megszokhattunk, tökéletesen lövi ki a lövedéket, amiből három darabot kapunk, azaz egy pótlövedékkel is ellátnak minket. Nem ez az egyetlen funkció az űrhajóban, ugyanis hátul találunk egy olyan pisztolyt, ami, ami akár a minifiguráink kezébe is adható, ez szintén az újféle pöckölős Pisztoly, illetve itt hátul ki tudunk húzni egy csörlőt, egy egészen hosszú madzagot. Még megy. Hát, ilyen hosszú. Nagyjából, nagyjából olyan 50 centi lehet összességében. És hát ugye ez azért fontos, mert ez volt az, amivel az átjátékat megállították végül. Ezzel tekerték körbe. Talán lehetne hosszabb hiszen az AT-AT körbetekeréséhez, még hogyha egy LEGO készletből veszünk at, -AT ami azért bőven nem felel meg a valódi minifigura méretaránynak, szóval, szóval ha egy LEGO készletből is szerezzük be, az bizony nagyon-nagyon kicsi lesz. A, a madzagot vissza is tudjuk tekerni, két fogaskerék szolgál ehhez, kicsit nehéz, mert hogy az ujjunk beleütközik a hátsó részbe, illetve nem túl erősen rögzített maga a csörlő, úgyhogy ha többször is beleütközött az ujjunk, akár ez le is ühet. Ez persze lehet, hogy csak az én mafla kezem miatt van így, mm, nem tudom, hogy gyerekeknél hogy működhet. A szárnyon fölül, ezt már az előbb felnyitottam, de van ez a kis fér fékező segéd, ami alatt szép matricázást látunk. Több helyen is kell a készletben matricázni. Jobb lett volna, hogyha ez nyomtatott építőelem, de összességében nem zavaró az, hogy matricáznunk kell, és valóban szép részletekkel tudjuk gazdagítani a modellünket. A dobozban összesen három minifigurát találunk. A játékélményt növeli, hogy ezek közül az egyik egy birodalmi katona, egy Snowtrooper, így van lehetőség az összecsapásra is. Neki a fő kiegészítője az az apró ágyú, amivel valójában a készlet összeépítése kezdődik. Ez valóban egy, egy pofás kis kiegészítő. A kezében is van ettől függetlenül még egy puska. A hátán találunk egy hátitatyót, sisakja alatt a szokásos, vicsorgós arckifejezés van, és ami a ruhájának egy különleges kiegészítője, az az a textil szoknya, amit bár nehéz egy kicsit fölhelyezni, föl főleg gyűrődés nélkül, mégiscsak nagyon jól néz ki, és nagyon sokat dob látványban a felszerelésén. Két szereplőt kapunk még, a birodalmi katonán túl ehhez a készlethez. Az egyikük természetesen Luke Skywalker, a másik pedig az a katona, aki Luke Skywalkerrel közösen repült a Snow ö, Speederben, a Hot csatában, és hát őket láthatjuk most itt. Az ő arc kifejezése közül az egyik ez a megrémült arc, a másik pedig egy, egy, nagyon vidám, mosolygó arc. Ügyeltek valóban erre is, mert Luke Skywalker arc kifejezései közül az egyik ez a komoly, a másik pedig. Egy olyan, ahol már levette a, a sisaknak a védőszemüvegét és, és, és mosolyog. Ugye ők felszállás előtt beszélgetnek egy kicsit valószínűleg ez, amikor még nincs rajta teljesen a sisak, abból a képkockából származik, és dáknak a, a vigyorgó arca is, abból a képkockából származik. A 2014-es Snowspeeder egy remek készlet. Jól eltalálták az űrhajónak a formáját, a színét, a méretét, az űrhajóba épített funkciók zöme zökkenőmentesen és jól működik. Egy-egy apró hibát lehet felfedezni, például a szélvédő vagy a csörlő gyengeségében. Jó, hogy mindkét oldalról kapunk szereplőket, ez tovább növeli a játszhatóságot és a játékélményt. Engem külön meglepett az, hogy Luke társának is volt neve, és hogy valóban egy neves karakter a harmadik ö, szereplője ennek a készletnek. A beszerzése egy kicsit körülményes lehet ma, hiszen ez már négy éve volt a boltok polcain, úgyhogy manapság érdemes választani egy olyan ö, csillagok háborúja hot terméket, amiben van egy hasonló snowspeeder, ilyen például a gyűjtői kiadású hotbázis, és hát valószínű, mivel ez egy örökzöld téma, egy nagy kedvenc, később is fel fog bukkanni ez a LEGO termék kínálatában. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!